Szevasztok, Jancsikák! Fejlesztettem a videós felszerelésemet, amiről már korábban beszéltem. Hát így három tengelyes, gyroszkópos kamerastabilizátorral. Oh yeah! Nézzük is még mi van benne, egy ilyen nagyon szép elegáns dobozba jött. Kínai a cucc. De ez azt jelenti, hogy stabilize your view, vagyis hogy a stabilizáld a nézetedet, vagy hogy is kell ezt fordítani. Tudok kínaiul, de ezt amúgy meg visszafele kell olvasni, ha jól tudom, vagy az az arab. Mindegy, ne, térjünk a tárgyra. Szóval itt lenne ez a kis cucc. Mert kipróbáltam, feltöltöttem egy, majdnem egy hete használom már. És nagyon jó kis cucc. Rakok majd föl ilyen összehasonlítást, tudod, hogy nélküle, ilyen, tehát a sétálás közben lehet látni, hogy nélküle ilyen a kép, ezzel pedig teljesen ilyen sima, filmszerű a hatás. Arra szolgál ez az egység, ez az eszköz, ahogy ugye mondani kell. Összesen két akkumulátor jár hozzá, ami nagyon jó, mert hát ki tudja, meddig fog tartani. Van hozzá egy gyors töltő, ezzel olyan hát valamivel több, mint egy óra alatt fel lehet tölteni. De van hozzá ilyen számítógép csatlakozó. Először azzal kezdtem el töltögetni, de az órák hossza, míg az feltölt, úgyhogy nyilván a gyors töltővel érdemes használni. Na hát ezt a pozitívval előre kell ide a fogantyújába belerakni. Ennyi az egész. És ide kell a kamerát rakni, amit majd mindjárt berakok, és akkor úgyis megmutatom, hogy hogy néz ki, mert hogyha így kapcsolom be, akkor azt nem szereti. Na hát rakjuk is bele a kamerát, ez elég egyszerű, ezeket fellazítjuk, ezeket a csavarokat, becsúsztatom, így akadásig, és ezeket a rögzítő csavarokat fokozatosan rátekerem. Na így, nem kell nagyon nyilván, de most így ez stabilan benne van. Akkor itt a bekapcsoló gombja, azt hiszem olyan 3 másodpercig lesz. És így be is van kapcsolva. Hát mivel semmilyen leírás nem jött hozzá, ezért nekem kell rájönnöm, és a neten se találni róla semmilyen információt. Egy rövid kis videó van, de ott se nagyon magyarázzák el, csak hogy megmutogatják nagy vonalakba, de hát én abból nem sokat értettem. De az a lényeg, hogy itt van egy funkciógomb az alján. Ez, hát legalább háromféle funkcióban van ez a követő. Ez azért jó, mert így meg lehet fordítani például vlogoláshoz. És így is lehet használni, hát ugye egy vloggernek alapvető. Tehát, hogyha egyszer megnyom, akkor így lefordul. Akkor így függőlegesen van ez a pásztázó mozgás, és ha még egyszer megnyomom, most egy kis remegés lehet érezni, akkor nincs az utánmozgás, és meg magam felé fordítani se tudom. Így. Csináljunk egy próbafelvételt. Tehát ez szerintem motoron ez lesz a megfelelő funkciója. Kapcsoljunk át megint a követőbe. Igen, így ez a lágy, ilyen filmszerű hatása van, tudod, hogy ez az utána mozgás. Megnyomom még egyszer, akkor is függőlegesen csinálja ezt. Megnyomom még egyszer, akkor teljesen vízszintesbe marad. Akkor így lesz ilyen három tengelyes. Ami nagyon jó funkció, ha háromszor megnyomom, akkor megcsinálja a 360 fokos fordulatot. Ez egy nagyon hasznos funkciója szerintem, mert nagyon simán mozog. Ugye ha ezt te próbálod megcsinálni, hát akkor sose lesz olyan. És visszaáll eredeti helyzetbe. Akkor van rajta még egy ilyen leföl, jobbra-balra mozgatás. Hüvelykújjal kell
egy ilyen dőlés, illetve hát attól függ, hogy tartom, ha így tartom, akkor pásztázás, de ha megnyomom, ha így tartom, akkor dönt. Látszódik valamennyire, gondolom. Van rajta egy állványmenet, és hát kaptam hozzá egy ilyen rácuppantós rögzítőt, de stabilizátor nélkül. Így néz ki a dolog. Stabilizátorra viszont. Így. Nézzünk egy ilyen körbepásztázást. Úgy kipróbáltam a Gixeren, hétvégén is, meg tegnap is. Gyűjtöm a tapasztalatokat. Hát az volt, hogy kicsit alacsonyra állítottam be. Duct tape-pel, ilyen kacsaszalaggal rögzítettem a tankra, mert amit kaptam hozzá, ez a cuppanós rögzítő, ez hát nagyon kis, egyszerű szerkezet, úgyhogy arra nem bíztam ezt a stabilizátort, meg a kamerát, úgyhogy jó gazdagon, bőven leragasztottam ezzel a kacsaszalaggal, és jó volt. Hát hazafele már raktam alá két ilyen vastag hungarocell darabot, hogy megemeljem, mert odafele menet, akkor még nem látott át a plexin, olyan alacsonyan volt. De hát tegnap esős idő volt, nagy forgalom, már jó volt a kép, de mondom, hát nem volt jó tehát a forgalom, meg a vizes út az akadályozott abban, hogy felszabadultam, motorozzak. Ezért holnap fogok kimenni az egyik kedvenc útvonalamra, kipróbálni végre ezt a giroszkópos stabilizátort. Bizony. És lehet hozzá kapni ilyen kis monitort, ilyen kis jackkel, amit ide az oldalába kell berakni, de azt nem vettem meg, mert hát szerintem egyrészt nagyon alacsony lehet a felbontása, bár még ki nem próbáltam, de sejtem, hogy nem egy szuper kijelző, de hát lehet meg. Hát ugye én tudom, hogy mit vesz föl, 180 fokos nagy látószög, ez mindent föl lesz. Szóval ehhez szerintem nem kell külön kis monitor, de hát ha aki akarja, az megveheti, mert nem jár hozzá, igen, az mondjuk egy kicsit szomorúság volt, hogy nem jár hozzá alapból, hanem külön még egy összeg, ha az ember meg szeretné venni. Jó, akkor még rakok fel még ilyen hétvégén készített ilyen próba felvételeket, ilyen futást, meg gyaloglást, meg mindenféle összevagdosok, valami jó kis ilyen összehasonlítós videókat, kis részleteket. Aztán hát ez volt a Horizon HG3 giroszkópos stabilizátor. Na, szevasztok! Tidos, vagy hogy hívnak? Roki! Várj meg! Fussunk együtt, gyere! Ne harag!